Kifejezetten a koronavírus járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak kivédésére és az ennek kapcsán felmerülő finanszírozási igények kezelésére 2020. május 15-től új hitelkonstrukciók igényelhetők a Széchenyi Kártya program keretein belül. 8 gyorsan, könnyen, kedvezményes feltételekkel elérhető úgynevezett krízis termékekkel bővült a kínálat. Igényelhetővé vált a Széchenyi Kártya folyószámlahitel plusz a likviditási hitelünk, a munkahely megtartó hitelünk, kimondottan a turisztikai ágazatra kifejlesztett turisztikai kártya, illetve két nagyobb volumenű hitel, a Széchenyi beruházási hitel plusz, illetve az agrárberuházási hitel plusz. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában a 2020-as évben azt tapasztaltuk, hogy főleg a likviditási nehézségekre vettek fel hitelt. Közel 600 vállalkozást regisztráltunk a programban, ebből pedig 400 hitel létre is jött. A kihelyezett hitelállomány így meghaladta a 6,5 milliárd forintot. 2019-ben közel 4 milliárd forintnyi hitelt igényeltek a vállalkozások. A két év közti jelentős különbséget a pandémiás helyzet okozta, minden szektorból igényeltek segítséget a vállalkozások, főleg a likviditási nehézségek megoldására. Erre két kiemelt programelemet tud kínálni az iparkamara. Az egyik a Széchenyi Kártya folyószámla hitelünk, a pluszunk, ugye, ami egy új termék, 0,1%-os kamattal akár 100 millió forintig tudunk segítséget nyújtani a vállalkozásoknak. Ez egy egyszerű folyószámla hitel, illetve a likviditási hitelünk, amely szintén szabad felhasználású forgóeszközhitelnek nevezzük, ezt már 3 évre tudjuk nyújtani a vállalkozásoknak havi törlesztő részlettel 0,2% kamattal. Jelenleg 9 bankkal áll kapcsolatban az iparkamara, amelyek forgalmazzák a Széchenyi Kártya program konstrukcióit. A tavaly bevezetett 8 új hitelkonstrukció eredetileg 2020 végéig volt elérhető, de meghosszabbították, és az aktuális szabályok szerint 2021. június végéig vehetik igénybe a vállalkozások. Az ügyintéző azonban hozzátette, van rá esély, hogy ismét meghosszabbítják majd az igénybevétel lehetőségét.